Petra november óta jár ide az óvodába, a kezdetek kezdete óta. Úgyhogy törzstagok vagyunk itt az óvodában, ők volt a kezdőcsapat része volt. Eljöttünk a nyílt napra, és amikor innen hazamentem, akkor tudtam, hogy ez az a hely. Hogy azt szeretném, hogy ide járjon a gyerek. Ez fontos volt, hogy jó levegőm van, hogy már 2,5 évesen lehessen jönni, és ez most így nagy segítség volt nekünk a kis testvér mellett. Mindenképp fontos volt, hogy azért legyen kerthelyiség, tehát hogy a gyerekek minél több időt tudjanak a szabad levegőn kertben tölteni. Szépen fejlődik minden tekintetben, tehát a kézügyessége, a mozgása, a rengeteg dalt, mondókát tanulnak. A nap minden cselekedetéhez tulajdonképpen lehet kötni egy mondókát, és ezt otthon is mondogatja, én már magának költ mondókákat. Azért is, nem azért jöttünk ide, mert van angol oktatás. És valószínűleg akkor is jöttünk volna, hogyha nincs úszás. De ezzel együtt a hétvégén elmentünk lovagolni, és a lovaglóoktatónak az első megjegyzése az volt, hogy úgy látja, hogy ennek a gyermeknek nagyon jó tartása van, nyilván úszik. Úgyhogy visszaigazolta azt, hogy van értelme ennek a óvodai úszásnak. Számunkra a mozgás volt a fontosabb, az, hogy van a programba beépítve mozgás, és az úszásnál most a hétvégi tapasztalat alapján, amikor így együtt családdal voltunk uszodában, ott derült ki, hogy fantasztikusan sokat változott. Egyedül mert óriás csúszdán lecsúszni, simán lemerült a víz alá. Ugye a környezettudatos nevelés, ami számunkra elég fontos otthon, és a szelektív hulladékgyűjtéstől a víz beosztásáig, hogy így fogalmazzak, tehát a kézmosást is, a fogmosást is koordinálva. Most ezek mind visszaköszönnek itt az óvodában. Tehát amikor nekem azt mondta az óvodapedagógus, hogy ne dobjunk ki semmit, amiről azt gondoljuk, hogy szemét, hanem inkább hozzuk be, és az még biztos, hogy felhasználható valamire. Hát én azon ámultam, és hát ez szerintem egy nagyon fontos előnye az óvodának, hogy a szelektív hulladékgyűjtéstől a szemét feldolgozásán keresztül, szóval nagyon, nagyon sok mindent adnak a gyerekek neveléséhez.